Moson-Magyaróvár az ország nyugati kapujában, az osztrák és a szlovák határ közelében helyezkedik el. Egyetemi város, az Óvári várban működik felsőoktatási intézménye. A település már a római korban is lakott volt, akkor még az Ad Flexum nevet viselte. Yeah! Hello! Üdvözöllek Győr Moson Sopron megye harmadik legnagyobb városában, Moson-Magyaróváron, a szülővárosomban, ahol már egyébként a gyerekek a cumisüvegből is magukba szívják a víz szeretetét, hiszen itt találkozik a Mosoni Duna meg a Lajta. A legfontosabb dolog a városról, hogy turisztikai vonzereje a termálvíz, a termálfürdő. A Flexum termálgyógyvizét mozgásszervi, gyomor és bélbetegségek gyógyítására alkalmazzák. Európa 5 legjobb hatásfokú gyógyvize közé tartozik. Víz után beszélünk egy kicsit a tűzről, ugyanis itt van ebben a városban egy tűzoltó múzeum is, ami a megye 8. század közepétől kezdve az összes tűzoltósággal kapcsolatos dolgát bemutatja. Ez izginek hangzik. A múzeumot a város tűzoltói rendezték be. A kiállítás teljes képet ad a tűzoltó eszközök fejlődéséről és változásairól. Szerinted mennyi idő alatt készülnénk el, ha most riasztás érkezne? Hát reméljük, nincs nagy baj. Szerintem egész jók voltunk, viszont most vissza kéne térni a vízhez. Jó, engem már kivert. Bemutatom neked Totót, ő lesz a túravezetőd. Ciao, sziasztok! Olyan vízi csúszdára foglak titeket elvinni, ahol még biztos nem jártatok. Készen vagytok, akkor mehetünk is. Biciklivel? Lajta zsilipig biciklivel, onnan pedig vizet. Moson-Magyaróváron kerékpáros túrákat, vízi túrákat és kombinált bike and boat túrákat is kipróbálhatunk. Lajta! Azaz. Szépen egyszerre, hosszan előre. A Lajta vízi túrát a Malomági Lajta csatornán való leelvezés teszi felejthetetlenné. Hazánkban eddig csak kevesek által ismert, új típusú vízi túrás élmény vár azokra, akik Moson-Magyaróvárra látogattak egy kajaktúra kedvéért. Előttünk látható a főhercegi, vagy más néven uradalmi malom. Hát hadd mondjam el neked, hogy én itt nem emelkedtem föl. Érzeld el, igen. Hoppá, egy szürke gém is amúgy. Ő a csúszda gémje, ő mindig ott várja az összes csapatot. Jaj, de és jó. Bal oldalt több száz éves malom követ. Jó! A várost átszelő malomági lajtát korábban a molnárok tartották rendben. Miután a régi malom bezárt, a folyó gazdátlanná vált, hordalékok rakódtak le benne. 2013-ban azonban kitakarították a folyómedrét, és azóta egyre népszerűbb vízi turisztikai útvonal. Vannak a part mentén zöldségesek, húsbolt, van, hogy hajóval megyek el bevásárolni, ki lehet menni egy fagyira, kávéra, visszaülni és menni tovább élvezni a vizet. Ha Moson-Magyaróvárra látogatunk, igazi vízi kalandokra számíthatunk, a város pedig számos élményt tartogat számunkra.